A tél beköszöntével már mindenhol fűtenek. A megfelelő szellőztetésre viszont sokan nem figyelnek oda. Pedig ha egy lakásban hosszabb ideig magas a páratartalom, akkor könnyen kialakulhatnak penészfoltok, és a poratkák száma is jelentősen megnövekedhet. Ráadásul a fűtőtestekben nyáron rengeteg por ülepszik le, amely sok allergénanyagot tartalmaz. Ezek a fűtés beindításával felkavarodnak, és akár asztmát vagy allergiát is okozhatnak. Becsukott ablakok miatt a szellőzés az gátolt, fölhalmozódik a pára, illetve egyéb szennyezőanyagok a légkörben, a lakás levegőjében. A pára következtében a lehűlt falakon lecsapódhat a nedvesség, és ezeken penészgombák alakulhatnak ki, valamint a fűtés miatt a beinduló fűtéssel felkavarozhat a por, ami a lakásban leülepedett a nyár folyamán. Néhány egyszerű módszerrel azonban könnyen elkerülhető, hogy a belső térben megtalálható allergének problémát okozzanak. A legegyszerűbb, ha az ablakot sokszor rövid időre kinyitjuk. A szellőztetésnek egy olyan technikát javasoljuk, amely nem hűti le a lakásnak a falait. Ennek során az ablakokat egyszerre, valamennyi ablakot ki kell tárni rövid időre, hogy ez alatt a meleg levegő, ami párában dús, illetve tartalmazza az allergéneket, eltávozzon a lakásból. Ez egy pár perc alatt megtörténik. Magyar Donát hozzátette. Azok, akik érzékenyek a penészre vagy a poratkára, könnyebben fertőződhetnek meg influenza vírussal. A szakember arra kéri az allergiásokat, hogy ne nyúljanak a szemükhöz és a szájukhoz, valamint a rendszeres szellőztetésről semmiképp se feledkezzenek meg.